Jó napot, Zoli bácsi! Első kérdésem az lenne, hogy mióta él itt? Hát én már 1963. július 13-án ide születtem, ebbe az iskolába. A szüleim itt voltak szolgálati lakásban pedagógusok, úgyhogy gyakorlatilag születésemtől kezdve itt élek Vekerlén, úgyhogy ez elég meghatározó sok szempontból van a munkámat tekintve is, meg a környezetemet tekintve. Mi az, amit szebbnek véle a többi kerülethez képest? Igazából minden szebbnek tartok, mint bármelyik kerületben, ami látható. Itt az egész egy építészeti stílus egységet képvisel, valamint a lakók, a közösség is összehasonlíthatatlanul másképp viselkednek egymással, másképp érik meg a környezetüket, mint itt Vekerlén. Mondjuk Vekerlén nem kis Pest, tehát nem egy egész kerület, csak a kerületnek egy része, de egy olyan szerves része, ami sehol máshol nem található. És ezt a szép kerületet hogyan képzeli el 100 év múlva? 100 év múlva, 2111-ben, valószínűleg hasonló módon néz ki most a kerület, illetve Vekerlének ez a része. Amiben talán különbözhetne az, hogy minden ház szépen felújított állapotban legyen a 200 éves évfordulóra, valamint a közösség kellene, hogy jobban együttműködjön még a mainál is, hogy még tovább meg tudják őrizni ezt a gyönyörű környezetet. Az időkapszulában, ami a csudafa alatt van a főtéren, ott a gyerekek írtak egyébként arról, hogy hogyan képzelik ezt a 100 éves jövendőt. Meglátjuk, lehet, hogy már most is bele lehet pillantani, mert úgy tudom, hogy van róla másolat. Esetleg érdemes utána járni, hogy képzelték a gyerekek. Én úgy képzelem, hogy az épített környezet az változatlan, illetve egy picit szebb, de az emberek összetartása az talán még jobb, mint a mostani. Az életminőség, hát az pedig valószínűleg nagyot változhat jó irányba. Valószínűleg nem kell már az autókkal az utakon közlekedni, hanem egyszerűen csak a házaktól ott elrepkednek az emberek, vagy úgy változtatnak helyet, hogy az nem kell járművet igénybe venni. Szóval sok minden lehetséges, 100 év nagy idő. Ugye 100 évvel ezelőtt még az autó is nagy újdonság volt, most pedig hát azért milyen modern autók vannak ahhoz képest, amilyek akkor voltak. Tehát a mai idők azok egészen nehézé teszik a jóslást 100 évre. Amikor a Holdra szálltak 69-ben, azt gondoltam, hogy 2000-ben már az űrhajókkal utazunk egyik bolygóról a másikra. Ez nem jött be. Úgyhogy egyfelől óvatosnak érdemes lenni, mert nem pont úgy alakul a dolog, ahogy éppen pillanatnyilag látjuk. Másrészt viszont lehet, hogy a képzeletünket messze felülmúló változások lehetségesek. Ugye űrhajóról gondolkodott mindenki, mobiltelefonról senki, és az pedig van, és az nagyon sokat számít sokak életében, de űrhajó az nincsen a mindennapokban. Bár éppen közeljövő fognak indítani egyet a magánűrrepülőség, de hát az Egyesült Államokban nem állunk. Tehát 100 év múlva valószínűleg meg kell, hogy maradjon ez az épített környezet, de nem valószínű, hogy az emberek olyanok lesznek, mint manapság. Bízom abban, hogy egy élhetőbb társadalmat tudnak a díjra kialakítani maguknak. Ugye Vekerlejék üzentek a 100 évvel későbbi embereknek, akik itt laknak majd Vekerlén, és ön mit gondol, ha mit üzenének vissza nekünk? 100 év múlva, aki érni fog, és válaszolni próbál a mai, vagy próbál üzenni a maiaknak, valószínűleg olyasmiről beszélne, hogy hogyan tudnánk jobban megőrizni Vekerlét olyannak, amilyen. Miben gondolná azt, hogy nekünk ma kellene tenni annak érdekében, hogy 100 év múlva is még jobban maradjon fönt Vekerle. Szerintem az első ilyen kérésük, vagy kérdésük arra vonatkozna, hogy a tulajdonviszonyokat hogyan rendeztük. Tehát, hogy a magántulajdonba került házak, épületek, azok milyen módon tudnak úgy megmaradni, hogy megőrizzék a régi arculatukat.
Mert hogyha valakinek a magántulajdonába kerül egy lakás, egy ház, vagy egy házrész, akkor természetes, hogy egy picit saját képére szeretné formálni. Hogy mindenki sok kicsit alakít rajta, 100 év alatt az olyan nagy változás, hogy elvesztheti a jellegét a mai bekerle. Úgyhogy alig, hanem ebben kérnének tanácsot vagy segítséget, hogy miként őrizhetnénk meg. Én úgy gondolom, hogy mai válaszunk az lehetne a dologra, hogy ne legyen szabad bármilyen átalakítást végezni a házakon, csak olyanokat, amelyek az összhatást, az összképet nem befolyásolják kedvezetlen irányba, nem bontják meg. És akkor valószínűleg sikerül ez a terv. Köszönöm szépen a beszélgetést, Zoli bácsi, viszontlátásra!